Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a Pirkadat kedves nézőit! Köszönjük a nézők nevébe azt, hogy ilyen korán reggel bejött hozzánk. Köszönöm a meghívást! Mint miniszterelnök főtanácsadója különleges ügyekkel foglalkozik. Ez idén is vannak ünnepek, és úgy tűnik, hogy a látássérültek idén a fő támogatottak, jól tudom? Igen, amire ön gondol, az az élelmiszermentésnek a fő témaköre. Ugye a világban sajnos velünk van egy jelenség, az élelmiszerpazarlás. Ugye nagyon sokan vesznek akár feleslegesen élelmiszert, és dobnak ki, anélkül, hogy azt elfogyasztanák. Egy statisztika szerint egyébként az Európai Unió polgárai átlagosan egy esztendőben 131 kilónyi élelmiszert halmoznak így föl. Képzeljük el, azért ez egy nem kevés mennyiség. És igazából a Magyar Országgyűlés kormányzat ezt felismertve hozott egy döntést, egy jogszabályi rendelkezést, melynek következtében felállt egy úgynevezett élelmiszermentő központ, amely központnak az a feladata, hogy a nagy áruházláncokkal együttműködve valahogy próbálja megmenteni ezeket az élelmiszereket. És ahogy karácsony előtt az adventi időszakban is sor került egy ilyen típusú jótékonysági élelmiszergyűjtés, amire a kedvezményezettje egyébként az értelmi fogyatékos gyermekek voltak. Most húsvétra ráfordulva ismét elindult egy ilyen jótékonysági akció az élelmiszermentő központnak a közreműködésével vagy főszereplésével, és most, hogy valóban említette a szerkesztő úr, a kedvezményezettek a Magyar Vaok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagszervezetei. Ugye Magyarországon körülbelül 80-90 ezer vak és gyengénlátó honfitársunk él egyébként. Most a cégek felajánlásaikkal és adományaikkal az ő közösségeket tudják majd segíteni. Egyébként, hogyha már a vakokról és gyengénlátókról van szó, egy pár héttel ezelőtt adtuk át Áder János elnök úrral közösen a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének székházát, amelyet sikerült megújítani. Ez a több mint 100 esztendős sipeki villa egyébként, és nagyon szép szecessziós palota, mindenkinek ajánlom, hogy esetleg látogasson el oda. Erről, amikor ez történt, a híradókban már beszámoltunk. Gondosóra program. Vajon a vakok és gyengénlátók is tudják használni ezt a szenzációs programot? Azt gondolom, hogy mindenki, aki 65 év feletti, a szolgáltató állam jegyében indította ezt el Európában egyedülálló módon Magyarország kormánya. És a program lényege az, hogy mindenki, aki 65 év fölötti, az egy ingyenes regisztrációt követően megkapja ezt a gondosórát, és utána sincsenek semmilyen havidíja, tehát teljesen ingyenes programról van szó. Segítség egy gombnyomással, szoktunk mondani. A szerkezet, amely ütésálló, vízálló és cseppálló, és van benne esésérzékelő is. Ha egy gombot megnyom az, aki épp szorult helyzetben van, akkor egy nagy diszpécser központba kapcsolja ez a hívás, ahol tud beszélni a segítővel a diszpécser központból. Eddig több mint 500 000 regisztráltak egyébként, és ellent mondani, hogy körülbelül 6500 életveszélyes, nagyon nehéz helyzetben tudott segítséget nyújtani már a gondosóra. Körülbelül ennyi esetben életet mentett, azt kimondhatjuk. Van a gondosóra tulajdonosok a Rózsadombon is. Én ugye nem a Rózsadombon lakom, hanem a 7. kerületben. Nekem ez a gondosóra jelzi, hogyha lemerülő félben van, van, emberi igen, hangon. A és ezelőtt két héttel körülbelül valamiért hadonáztam álmomba, és arra ébredtem, hogy a gondosóra beszél hozzám, hogy Brajer úr, Péter, történt valami? Azt jelezte, úgy látszik, hogy leestem az ágyról, pedig nem estem le az ágyról, és mondtam, hogy köszönöm, jól vagyok, és mondta, hogy akkor most beszéljek hozzá, és megkérdezte, hogy hány óra van, tehát, hogy... Na, igen. Jobb félni, mint megijedni, ez az esés érzékelő. Jobb félni, mint megijedni, és ez egy szenzációs dolog, mert ha baj van, akkor először is értesíti a mentőket, és egyből értesíti a két gyerekemet. A hozzátartozókat. A hozzátartozókat. És ettől, erről többször beszéltünk, és ennek a
társadalmi célú reklámját is közvetítettük. Egyre több nézőnk mesél sztorikat, hogy milyen szerencse, mert nem hívta volna föl, hogy nincsen jól éjszaka a gyerekeit, de a mentőt se hívta volna, de hadonászott, és valami nem volt jó, és végül is megnyomta a gombot, és életet mentett. Ezek a történetek a leghitelesebb reklámok igazából, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom. Ugye említettem, ezt úgy hívjuk, hogy társadalmi célú reklám. Igen, szó szerint. Eddig 6500 nagyon súlyos esetben tudott életet menteni, mondjuk ki az óra, és több mint 38000 hétköznapi esetben is segített. Hadd mondjak egy példát. Amikor az egyik idős kolléga elindult meglátogatni a barátját a hegyekbe autóval, kicsi felkészületlenül vágott neki az útnak, mert kevés benzin volt az autóba. És annak rendje és módja szerint kifogyott a benzin. A kolléga úr hívta volna a mobiltelefonon a valamilyen fajta segítséget, hogy honnan tud benzinhez jutni, de hát ugye a hegyekben nem volt térerő. Viszont ez a gondos óra, ez úgynevezett 2G-s, tehát nagyon alacsony hálózaton tud működni. Ott megnyomta a gombot, diszpécser központ és a sárga angyal érkezett is egy kanna benzinnel, tehát tovább tudta folytatni az útját. Ilyen hétköznapi esetekben is tud segíteni ez a kis szerkezet. Egy idős klubba tartottam előadást, és ott a hölgyek mesélték, hogy nincsenek egyedül, és ugyan sok mondani valóm lett volna, mert egy ilyen közel-keleti és európai beszámolót tartottam nekik a biztonsági helyzetről, és az egyik kedvenc néni, egy 92 éves néni, mondta, hogy gyerekek, hagyd mondjam el nektek, hogy új beszélgető partnerem van. És mondtam, hogy és kicsoda. És fölemelte a kezét, és rajta volt a gondos óra. És mondom, velük beszélget? Azt mondja, igen, megvárom, amíg lemerül, mert akkor szólnak, hogy töltsem föl, és hogyha már annyira lemerült, akkor a rendes telefonomon fölhívnak, és a néni egész sztorit mesélt el, hogy olyanok lettek a gondos óra diszpécser központja, mintha babysitterei lennének. Egyébként azt tudni kell, bocsánat, a diszpécser központ kollégáiról, akinek ezúttal is köszönöm a munkáját, hogy nagyon nagy részük egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezik, tehát pontosan, hogy érkezik egy riasztás, egy hívás, akkor meg tudja ítélni, hogy ez a bejelentés, illetve a probléma, az milyen mélységű vagy milyen súlyú, és annak megfelelően intézkedik a továbbiakban. És nagyon érdekes, mert a diszpécser központban érdeklődtem a programjuk iránt, és az előző hívások, tehát van nekik egy follow-up, hogy mi történik. Erről utána beszélgettem is Péter Falvi Attilával a GDPR szempontjából, és azt mondta, hogy ellenőrizték, és ragyogóan működik. Abszolút minden az adatvédelmi szabályok betartásával történik. Akkor menjünk tovább, mert sajnos nagyon sok cukorbeteg gyermek is van hazánkban, akik biztos idén is szeretnének egy táborba eljutni. Mit tud erről nekem mondani? Hát, hazánkban több mint 1.200.000 cukorbeteg honfitársunk él, és hát jelzem azt, hogy a trendek nem csak nálunk, hanem világszinten nem jó irányba mennek, egyre több a fiatal és egyre több a cukorbeteg gyermek. És ezt is a szolgáltató állam jegyében indította el a kormányzat, mint hogy az élelmiszermentést, mint hogy a gondosóra programot az időseknek. A cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását, ez most már 4-5 éve megy, amikor is cukorbeteg gyerekek gyakorlatilag szinte teljesen ingyenesen tudnak részt venni egy nyári táborban, normális körülmények között, és olyan felügyelő tanároknak, táborvezetőknek a közreműködésével, akik szakértői a diabétesznek, tehát tudják, hogyha valami probléma van, akkor mit kell csinálni. És nyilván a cukorbeteg gyermekeknek megfelelő étrend szerint tudnak étkezni ebben a nyári táborban. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen majd az idei táborra is. És azért tartjuk ezt fontosnak, mert egyrészt tényleg nyugodt, biztonságos, szakszerű körülmények között tudnak kikapcsolódni a gyerekek, így van, nyáron egy táborozás keretében. Ugyanakkor pedig ezen időszak alatt valószínű a szülők is kicsit nyugodtabban tudnak kikapcsolódni vagy pihenni, mert tudják, hogy jó körülmények között van a diabéteses gyermekük, úgyhogy ezt szintén a szolgáltató állami jegyében nagyon fontosnak tartjuk. Egyébként azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a nagy diabéteses cukorbeteg szervezetekkel mind együttműködési megállapodást kötöttünk, folyamatos közöttünk a párbeszéd, és most együtt készítjük a Nemzeti Diabétesz Stratégiát, amely stratégiára gyakorlatilag a rendszerváltoztatás óta nem volt példa, hogy ilyen kiemelten foglalkozzunk
a diabéteszesekkel, a cukorbetegekkel, de hát, hogy a válaszomnak az elején is említettem, több mint 1 200 000 cukorbeteg honfitársunk van, tehát egy óriási nagy közösségről van szó, akikre oda kell figyelni. Nem egyszerű dolog. A programok között azt is láttam, hogy idén is iskolai laptopokat osztanak a tanulóknak. Mit tud erről mondani? Így van, a tavalyi év végén már sort került egy ilyenre, pont a karácsony megelőző időszakra, amikor is 150 000 fiatal tudta megkapni azt a egyébként nagyon modern laptopot, amelyet iskolában, illetve otthon házi feladat készítés közben vagy felkészülésre tud használni. Aki igényelt, aki regisztrált, az ingyenesen megkapta mindenki, és erre lesz majd egy újabb lehetőség a mostani nyári szünetet megelőzően, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy szintén vegyen részt ebben a pályázati lehetőségben, mert aki regisztrált megfelelő korosztályból, az tényleg ingyenesen meg tudta kapni ezt a modern eszközt. És nem csak diákok kaptak, hanem az első körben tanárok, pedagógusok is. Amikor megjelent, ezt megmutatom a kamerának, és azt üzenem a médiahatóságnak, hogy ez nem termék megjelenítés, hanem társadalmi célú reklám. Amikor ez megjelent, akkor még a 13. havi nyugdíjat nem kapták, de azóta már megkapták az emberek. Így van, igen. Havonta jelenik meg ez a Hasznos információk nyugdíjasoknak című... Ugye ez a Jókor magazin, amelyet időről időre, negyed évente egyébként minden egyes nyugdíjas honfitársunk megkap. Ennek a tájékoztató kiadványnak az elindításával egyébként az idősek tanácsa döntött, illetve ők kezdeményezték azt egy pár esztendővel ezelőtt, hogy legyen egy olyan tájékoztató kiadvány, amely folyamatosan eljut ingyenesen a nyugdíjasokhoz, és az őket érintő legfontosabb közérdekű információkat, illetve praktikus tájékoztatásokat tartalmazza. Úgyhogy ez a Jókor, amelyben egyébként nyilván itt a gondosórával kapcsolatos fontos információkról is lehet tájékoztatást szerezni. Élelmiszermentés, mik a nyugdíjasokat érintő legfontosabb szabályok, illetve határidők, de emellett nagyon szép civil interjút láthatunk például Bodrogi Gyulával, van benne recept és keresztrejtvény, tehát kicsit így a szabadidő hasznos eltöltését segíti. Különösen fontos volt ez egyébként a Covid, a koronavírus járvány idején, amikor az idősek főleg nem mehettek sehova, nem tudtak személyesen találkozni családtagjaikkal, barátaikkal, akkor talán egy ilyen újság az időtöltést. Vagy azóta meg megszokták ezt, azóta és kérdezik a postástól, hogy mikor jön. Így van. Nézzük meg, hogy ebben az esztendőben a hátralévő részhez, hisz össze-vissza márciusban vagyunk, milyen kiemelt programjai lesznek. Ön többek között érdekes dolgokkal foglalkozik, a halászoktól kezdve a vadászokkal, mindenkikkel. Így van. A Magyarország kormánya közéleti munkát a Párbeszédre alapozza, és gyakorlatilag ezekkel a nagy érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel egy folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ahogy említettem, például a Nemzeti Diabétesz Stratégiát is a cukorbeteg szervezetekkel, a cukorbeteg érdekképviseletekkel közösen készítjük el. Tehát minden évnek fontos feladata ez a folyamatos párbeszéd, mert azt gondolom, hogy ezt a munkát csak így lehet hitelesen és eredményesen végezni, és én ezúton is köszönöm mindenkinek a közreműködést, illetve azokat a javaslatokat, kéréseket, amelyeket megfogalmaznak az irányunkba, mert nagyon sok esetben mi nem is tudnánk azt, hogy az a probléma létezik egy adott társadalmi csoportban, mert nem vagyunk abban az élethelyzetben, mint például az autizmussal élők, vagy éppen a cukorbetegek, akiket már sokat emlegettünk a mai nap, de mivel megvan a folyamatos kapcsolat, megvannak a csatornák, ezért ezeket tudják nekünk jelezni, és ilyen módon közösen tudunk tenni a megoldásért, tehát az év hátralévő rész és az év kiemelt feladatai igazából a mindennapok, hogy ezeket tudjuk közösen, sikeresen és eredményesen lemenedzselni. A gazdasági helyzetre való tekintettel idén is lesz megfelelő kerete, hogy ezeket a programokat végig tudja vinni? Bízom benne, hogy igen. Miniszterelnök úrtól erre kaptunk biztatást, hiszen ő látja, hogy ezek az ügyek, elég a cukorbetegektől, a nyugdíjasokon át a fogyatékossággal élőkre gondolni, nagyon fontos társadalmi csoportok, és nekik az ilyen típusú támogatásra és segítségre szorultabb időszakban még nagyobb szükségük van.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőtt visszavárjuk, kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában a miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt volt stúdiónk vendége. Az országgyűlési munka hogy megy? Az országgyűlési munka az elindult, köztársasági elnök választásra is sor került a múlt héten, úgyhogy bízom benne, hogy jogalkotási terv szerint éppen legfontosabb. Éppen amikor beszélgetünk, ma foglalja el, ma lép érvénybe a kinevezése. Így van, igen. Ugye ami egyik nagyon fontos előttünk álló feladat ezen az ülésszakon, az a gyermekvédelmi törvénynek a szigorítása, mert láttuk, hogy itt voltak problémák. Több szigorításra sor került már egyébként az Orbán Viktor vezette polgári kormány alatt, például 2012-ben egy BTK módosítás. Tehát azért ezen a ponton elmondani, hogy ezeket a szigorításokat gyermekvédelem ügyében a baloldal sosem támogatta az országgyűlésben, amikor szavazásra került volna sor. Bízom benne, hogy most majd megváltoztatják ezt az álláspontjukat, és fogják támogatni a szigorítást. Köszönjük, hogy itt volt. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk!